Tisztelt miskolciak, köszöntöm Önöket ismét! Folyamatosan zajlik annak a 120 ezer maszknak a kézbesítése, amelyet az elkövetkező napokban, hetekben minden miskolci háztartásba eljuttat a miskolci önkormányzat. Egyre több visszajelzés érkezik az önkormányzathoz, és egyre több helyen lehet olvasni a közösségi oldalakon is, hogy sok háztartásba már el is jutottak ezek a maszkok, több városrészben is már megkapták az ott élők ezeket a maszkokat. A kézbesítés azonban folyamatos, az elkövetkező napokban tehát még több miskolci háztartásba jutnak el ezek a mosható, fertőtleníthető, többször használható maszkok. Minden háztartásnak kettőt biztosít a miskolci önkormányzat, a postaládában találják majd meg. Reméljük, hogy minél hamarabb mindenkihez eljutnak ezek a védőfelszerelések. Addig is azonban arra kérünk továbbra is mindenkit, hogy amíg a maszkok megérkeznek, legalább a zárt légterű helyiségekben, tömegközlekedési eszközökön, üzletekben használjanak valamilyen arcot takaró ruhadarabot, kendőt vagy sálat. Ezzel jó eséllyel lehet lassítani a járvány terjedését, valamelyest lehet csökkenteni a fertőzés veszélyt. Nagyon fontos azonban, hogy akinek már van maszkja, vagy használ kendőt, sálat, valamilyen arcot takaró ruhadarabot, az jól tegye ezt, tehát jól használja a maszkot, jól használja ezeket a ruhadarabokat. Sokan úgy teszik az arcukra a védőmaszkot, hogy az az orruk alatt körülbelül itt a száj fölött ér véget, így az orrot nem takarja, illetve az is előfordul, hogy a nyakukban hordják az emberek ezeket a maszkokat. Nos, hát ezek így abszolút nem védenek semmi ellen, egy nyakba akasztott maszk nem véd meg semmilyen vírus ellen, illetve nem is szűri ki az esetleg fertőzést hordozó nyálcsöppeket. Nagyon fontos az, hogy akinek már van maszkja, vagy aki felelősség teljesen viseltetik másokkal szemben, az megfelelően, helyes módon viselje ezeket a maszkokat, és továbbra is mindenkit arra kérünk, hogy legalább zárt légterű helyiségekben valamilyen védőeszközt, arcot takaró ruhadarabot, maszkot viseljenek saját maguk és mások biztonsága érdekében, hiszen a járványveszélynek még nincs vége, a járványhelyzet az még nem ért véget, ugye a kormányzati bejelentések szerint még a tetőzés előtt állunk. És végezetül engedjék meg, hogy szóljak arról is, hogy Miskolc, a miskolci önkormányzat létrehozott egy számlaszámot, egy számlát, amelyre várja azokat az adományokat, amelyekkel esetleg az itteniek, az itt élő emberek, az itt működő cégek hozzá kívánnak járulni a koronavírus elleni erőfeszítésekhez. Erre a számlára korábban 11 millió forint érkezett, ebből 4,5 millió forintot további védőfelszerelések vásárlására fordított az önkormányzat, maszkok, gumikesztyűk, fertőtlenítőszerek beszerzésére. Ezen a számlán jelenleg 6,5 millió forint van, ez is egy nagyon impozáns összeg, mindenkinek köszönjük a segítséget, mindenis köszönjük azoknak is, akik pedig a jövőben kívánnak hozzájárulni a koronavírus elleni erőfeszítésekhez. Az önkormányzat már eddig is 100 millió felül költött a védekezésre, a város tekintetében pedig ez a száma 200 millió forint környékén van, és ezzel még nincs vége a védekezésnek, tehát a becsült költségek azok könnyen elérhetik akár a fél milliárd forintot is, úgyhogy minden egyes segítő kezet, minden egyes segítségnyújtást nagyon köszönünk. És továbbra is arra kérjük Önöket, hogy ahogyan már említettem, legalább zárt légterű helyiségekben, üzletekben, tömegközlekedési eszközökön viseljenek valamilyen szájat takaró ruhadarabot vagy maszkot, és továbbra is csak akkor menjenek ki az utcára, csak akkor menjenek ki az otthonukból, hogyha az feltétlenül szükséges. Ha dolgozni kell menni, hogyha bevásárolni kell menni, hogyha tehetik, akkor továbbra is maradjanak otthon. Még egy kis türelemre, kitartásra van szükség ahhoz, hogy a lehető legkisebb veszteségekkel vészelhessük át ezt a nehéz időszakot. Én köszönöm, hogy ma is meghallgattak, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra.